A hazai kupabúcsú után a Szent Mihály vendégeként szeretett volna javítani a Diósgyőr a Szimpl női liga 16. fordulójában. A miskolci csapat sebzett vadként érkezett húsvét vasárnap Makóra, Jenei Péter tanítványai pedig szerették volna kihasználni az ebből adódó esetleges lehetőséget. Számunkra minden mérkőzés fontos mérkőzés, szeretnénk minél több pontot begyűjteni és minél hamarabb bebiztosítani a dolgunkat a jövőre nézve. A 8. percben nagy lépést tehettek volna ebbe az irányba a sárga-pirosban futballozó hazaiak, amikor is a diósgyőri Palama hibáját kihasználva török passzolt Boros Kingához, ám a DVTK-tól szerződtetett támadó zicserét védte a Schildkraut Fruzsina helyére kerülő Ádám Anna. A 32. percben aztán Malesevic indította Kopranát, aki ugyan lerázta a védőjét, de a középre tartó lövésénél ismét Ádám Anna volt a végállomás. Nem sokkal később, egészen pontosan a 36. percben egy beadás után Sweetman próbálkozott, az eredmény azonban nem változott, így 45 perc játék után 0-0-val vonultak szünetre a csapatok. Úgy érzem, hogy az első fél időben mi domináltunk, volt 5-6 helyzetünk, amit szerintem be kellett volna fejezni. Sokkal jobban játszottunk, mint a Diósgyőr, mi birtokoltuk a labdát, nekünk volt több helyzetünk, sajnos ezek a helyzetek kimaradtak. Ami nem megy közelről, hát ha összejön távolról elvet követve, Koprana tesztelte rögtön a fordulás után a vendégkapust, ám nagyon úgy tűnt, hogy ezen a mérkőzésen nem lehet Ádám Anna eszén túljárni. Az első igazán komoly vendég lehetőségre a 83. percig kellett várni, amikor is Hanna Barker nagy bedobása után a labda több fejet is érintve jutott el Bijena Bradichoz, aki viszont finoman szólva sem hozta nehéz helyzetbe Tamara Skoricsot. A hajrát megnyomta a DVTK, az utolsó lehetőség a 88. percben jött, de Bradich hiába rázott le szép cselekkel két védőt is, végül nem találta el a kaput. A Szimpl női liga 16. fordulójában a végeredmény Szent Mihály DVTK 0-0. A húsvéti vendégünk ez az egy pont szerintem. Nagyon jól játszott a csapat, megérdemeltük volna a három pontot. Sajnos nem sikerült most nyerni, de szerintem egy nagyon jó meccs volt. Az első fél időben a mi akaratunk érvényesült, meg voltak a helyzeteink, hogyha ezeket sikerült volna értékesíteni, akkor három ponttal fejeztük volna be a mérkőzést, de sajnos ez nem sikerült. A második fél időre viszont egy kicsit visszaestünk. Ennek lett az eredménye, hogy az ellenfélnek is összejött egy helyzet, és mi sehogy se tudtunk gólt rúgni. Így sajnos egy ponttal be kellett, hogy érjük. A Szent Mihálynak volt az első félben a nagy helyzete, amit Ádám Anna nagyon nagy bravúrral védett. Összességében egy kiki mérkőzés volt. Nekünk a 88. percben volt egy oltári nagy helyzetünk, ha berúgjuk, akkor ezt a mérkőzést is meg is nyerhettük volna. Tulajdonképpen mezőnyjáték folyt, a kapusom nagyszerűen védett az összes feladatát, amit meg kellett oldani, azt nagyon maga biztosan megoldotta. Nagyon örülök neki, hogy egy ilyen teljesítmény nyújtott, és így bebizonyította azt nekem, hogy a következő mérkőzésen is a kezdőcsapatban a helye. Tehát tulajdonképpen neki külön gratulálok, mert nagyon jól védett. A csapatnak is gratulálok ahhoz, hogy nem kaptunk gólt, viszont dolgozzunk kell azon, hogy a helyzeteinket be kell rúgni, meg azon, hogy tudunk több helyzetet kialakítani. Amit tudtunk, kihoztuk belőle, igyekeztünk helyzeteket kialakítani. Szerintem megtettünk mindent, amit kellett, kiki meccs volt. A DVTK következő fordulóban a sereghajtó Kelen együttesét fogadja, míg a Szent Mihály az MTK vendégeként lép pályára.